Így van. Szóval, ott hagytuk abba, hogy megérkeztünk Vizimába, ide pont a detektív házába. És hát igen, tehát kiszabadultunk a bőriből, és megérkeztünk Vizimába, hát a pontosabban a templom negyedébe. Nem ezt akartam, bocsánat, hanem akkor pillancsunk már rá a questekre. Ja, ugye pár dolog kiderült, úgyhogy azokat most megnéznénk. Ugye például itt van ez a Berengár titka quest. Itt ugye az van, hogy... igen, ez a... Még a Vizima külvárosnál még volt ez a fázis, és ugye ez az új rész, hogy a Salamandra elfogta Berengár, de sikerült megszöknie. A szervezet kifaggatta őt, hogy mit kérdeztek és hogy mit árult el, csak a Witcher tudná megmondani, tehát mármint Berengár. Berengár valószínűleg Vizimába szökött, ott kellene keresnem. Így van. Jó. Ugye kaptunk egy ezüst kardot, az van most nálunk, sőt igazából nagyjából csak az van nálunk, de majd erre kitérünk. Az őrök szertettek egy Witcher kardra. Hol találhatták, vajon Berengár kardja? Úgy tűnik ismét arra járok, ahol ő is járt. Beszélnem kell a bolt orgazdájával, hogy fényderüljön a kard eredetére. Min bolt? Min orgazda? Ahol az őr vette, gondolom. Na mindegy. Folyton az jár a fejemben, hogy Berengár menekült valami elől. Attól félek, hogy ez a valami már elkapta. Egy Witcher sem hagyja hátra a kardját önszántából. Hát igen. Jó, ezt tudjuk már nyomon követni, szóval majd megnézzük ezt is. Jó, egy penge emlékei. Oké, akkor Thalerről van szó. Jó. Jethro végre csiripelt. Elmondta, hogy találtak egy ezüst kardot Thalernél. Nem, elmondta, hogy találtak egy ezüst kardot Thalernél. Vajon honnan jutott hozzá az orgazda? Meg kell látogatnom, amilyen gyorsan csak lehet. Jó, tehát ez a két quest ez ugyanaz. Mármint nyilván ez egy hosszabb quest, ez egy része annak a questnek. Jó, Thalerhez kell majd elmennünk. Vincent Mace, mint gyanúsított, gyanítom, hogy a városi őrség kapitánya Vincent Mace Azar csatlósa. Megpróbálom kicsikarni belőle az igazságot. Igen, mert most itt Vizimában azt fogjuk folyamatosan keresgélni, hogy ugye Azárt keressük tulajdonképpen, Azár Javedet, és hogy ki az, aki összejátszik vele. Jó, kockajáték, hát ezt majd nyomatjuk. Komolyabb ellenfelekkel után kell nézni, igen, itt is mindenkivel fogunk játszani, akivel csak lehet. Jó, kényes ügy. Ja igen, ez még kaptuk kint a külvárosba Harrentől, hogy vigyünk rá egy csomagot a szőrös medve fogadóba. Ezt is tudjuk most már követni, mert ez itt lesz a templom negyedben. Oké, akkor van egy ilyen körözésünk. Ugye ez a professzor, ez szerintem annyiban, tehát nem változott, de most már tudunk beszélni Vizima város őreivel, mert hogy itt vagyunk Vizimába. Jó, és akkor itt van a szökés. Ezt nem néztük meg, ugye ezzel így jutottunk ki tulajdonképpen a Buryből. Ugye van egy ilyen, hogy le kell győznem a gangstert, ugye az, akivel bunyóztunk. A győztes szabad lesz, miután megölte a csatornában élő kukorixot. Igen, aztán ugye legyőztük, most már mehetek a csatornába, és szembeszálltok a kukorixszal, beszélnem kell Vincenttel. Jó, Jethro adott egy ezüst kardot. Oké, akkor ugye itt jött Siegfried, akinek segítettünk. Jó, meg kell találnunk a kukorixfészket. Jó, a kukorixhoz Siegfried hasznosnak bizonyul, szerintem ami nélküle is legyőztük volna. A szörnyfejét trófeaként magammal kell vinnem. Így van. Pár szalamandra bandita ránk támadott, ez még lent. És ugye Siegfried adott egy kulcsot, mely a csatornába vezető ajtót nyitja. Igen, azon jöttünk ki. Vizima és annak veszélyei várnak rám odakint, össze kell szednem a dolgaim minél hamarabb.
Jó, a csatorna elhagyása után fel kell keresnem Jethrót, hogy visszaadja a holmimat. Jó, tehát akkor menni kell Tylerhez. Beszélni kell Vincenttel, ugye? Igen. Meg beszélnünk kell Jethróval. Jó, mi van még itt? Megöltem a kukorixot, fejét pedig bizonyságul levágtam. Beszélnünk kell Vincenttel. Jó. És van egy ilyen, hogy Witcher titkok 2, a szalamandrák valahol ebben a városban bujkálnak. Siegfried azt mondta, hogy keresek fel egy magánkopót, jó ötlet, ismerem a szörnyeket, de jó lenne egy profi segítene a nyomozásban. Hát, akkor szerintem kövessük ezt, ha már úgyis itt vagyunk. Akkor szerintem ezzel kellene foglalkoznunk. Jó, már fejlődő Witcherek vagyunk, ami nem tudom mit jelent. De mindegy is. Itt a térkép, tárgylista. Hát igen, nem sok minden van nálunk. Ez mi? Ezt lent találtuk. Jó, ennek is majd utána járunk. De most nem ezzel foglalkozunk. Jó, na akkor nézzünk be ide a detektívhez. Éjszaka közepén. Ja, köszönöm Sherit Adri előre is, majd mondhatod utána is. Most nézem, hogy mit ért el. Köszönöm. Természetesen kiporciózunk, mert nehogy már. Nagy már itt hagyjuk ezt a sok mindent. Láda, könyv, vízi mai kalauz. Markó Knopf. Mint a legtöbb emberi város, Vizima is egy tünde város alapjára épült. A századok során a temeriai királyok fővárosa nőtt, ma már három nagy kerületből, egy kikötőből és kiterjedt külvárosból áll. A templom nevében található a lángoló rózsa rendjének monumentális kolostora, nehéz elmenni szó nélkül a Lebioda kórház előtt, igaz csodatevők dolgoznak ott. Igazi csodatevők dolgoznak ott. Haj, diszlexia, gyere haza. Míg ezeket a helyeket csodáljuk, kerüljük el a másfajúak lakta utcákat, mivel itt nagy a szegénység és kérdéses erkölcsű lények mászkálnak. A legtöbb másfajút áttelepítették Óvizimába, ami egy aféle gettó lett. A látogatók nem tehetik be oda a lábukat. Ah, oké. Jelenleg a kereskedő negyed a legfejlettebb, ahol tehetős kereskedők laknak, továbbá a kereskedelmi és politikai intézmények nagyobb része is itt található, a bank és a városháza mellett. Oké. A vízimai kereskedő negyed látogatása közben ne felejtjétek meglátogatni a híres piacot, ahol a világ összes terményét megvásárolhatja a tehetős utazó. Oké. Jó. Na, gondolom fönt alszik. Tehetséges Ard forgató? Raymond Marlowe. Oké. Rétok már, a Szenzi az... ami egészen elképesztő. Ruhás szekrény, volt nála kő. A ládája, itt egy nagy fejsze. Hát. Meg itt egy temeriai vastőr. Hát még ide nem tudjuk betenni, ugye nem. Jó, csű! Kihez van szerencsém? Riviai Geralt vagyok. A híred már megelőzött. Miben segíthetek? Itt jutok információhoz. Egyszer dolgoztam Kodringer és Fenyog tanácsosnál. Gondolom ez egy célzás.
Remélem, megérted, hogy az információnak ára van. Rendben, fizetek. Akkor hát kérdezz. Azok a szalamandra jelvényesek érdekelnének. Tudok pár dolgot róluk, de előbb tudnom kellene, hogy miért keresed őket. Van egy kis elintéznivalóm velük. Ah, 100 orenért beszélek. Mondj el mindent, amit tudsz a szalamandra vezérről. Igen, dolgoztam az ügyön egy ideig. Folytasd. Azer Dzseved vezeti a szalamandrát. Veszélyesebb 100 kikimónál, de sajnos nem tudom utolérni. Igen, volt már alkalmam megtapasztalni a képességeit. Valami más? Nagyszabású tervükben szerepelnek genetikai kísérletek is. Egyszerű bűnözőknek sem tudásuk, sem pénzük nem lenne ehhez. Ki dolgozik Dzsavednek? Az őrök kapitánya. Talán belőle is ki tudná szedni némi információt. Ez minden. A városi őrök letartóztattak valakit, aki tudhat még dolgokat. Őrök? A kazamatában? Igen, találd meg a módját, hogy kikérdezhesd azt a foglyot, és szedd ki az őrökből is, amit tudnak. Számíthatsz rám. Az okay. információi felbecsülhetetlenek lehetnek. Tehát akkor a városi őrség vezetője is Azar Dzsavednek dolgozik, ami érdekes, de nem baj, ez gyanús egy kicsit, illetve, hogy lent a kazamatában az őr tud valamit, hogy faggassuk ki őket. Tudsz még valamit a szalamandra fogolyról? Talán ő az egyik vezető, de csak akkor tudunk biztosat, ha kikérdezed. Meglátjuk. Egy apróság. Azt hiszem, követnek téged. Van valami javaslatod? Remek. Várj itt egy ideig. Hagyd, hogy idegesek legyenek. Lebd meg azokat, akik meg akarnak lepni. Éjfélkor távozom. A Witcher elég soká időzik. Talán egy másik úton távozott, mindegy. Ott a professzor. Úgy tűnik, a csapda fel van állítva, ugye? Természetesen. Menj a dolgod után a kereskedő negyedbe. A legjobb ügynökünk... Ez meg Azarra beszélget. De az a baj, hogy most csak... Akartam mondani, hogy most csak... Hogy most csak ezüst kard van nálunk. Csak nem halunk meg. Bedobunk egy rántott húst, ha van. Nincs. Akkor egy sajtot. Túléltük. Amúgy. Fisztek. Egy kis fisztek mindig jól jön. Mármint... Nem úgy. Majd üzletelni lehet vele. Jó. Oké. Na. Ja, hú, igen. Akkor hát...
Milyen érzés magánnyomozónak lenni? Többnyire csak gazdag pacákok után rohangálok, akik a feleségüket csalják. De én szerettem. Nem is gondolnád, mire képesek az emberek. Azt hiszem, nem is akarom. Gyakran követtem Mordent, Foltest őrségének parancsnokát. Ismered? Nem. Ha, még láttam nem. Láttam őt két fiatal apróddal. Azt hiszem, eleget hallottam. Kettőbe megismerjük, akkor ha jól emlékszem. Mit kellene kivizsgálnom? Beszélj Vincent Meissel, és kérdezd ki a szemtanút. Elintézem. Jó, itt aludnunk kéne. Akkor hát... Még nem tudom, hogy tudunk-e szintet lépni. Megszerzett pontok, akkor igen. Ó, 6 bronz pontunk van. Hát... Ja, ezek megvannak? Ja, az már megvolt, igen. Igen, igen. Oké. Okay. Köszi, Edith Adri, jól vagyok. Jól telt a hétvége, főleg dolgoztam mondjuk, de eredményesen, szóval. Oké, okay. Adunk az ezüst kardra is. Sebzés. Jó. Na. Oké. Okay. Nem tudom, hogy tudunk-e potion csinálni. Nem tudunk. Ja, persze a cuccai nincsenek itt. Jó. Akkor... Egyszerű következtetés. Szóval, ja, minden szuper, minden rendben van. De most ilyen nyugis hétvége volt. Tegnap este még moziba voltam. Azért nem volt tegnap stream. Cipőpucoló. Üdvözletem, uram! Csű! Üdvözöllek. Ki vagy? Cipőtisztító! Tisztára nyalom a cipődet 2 órenért! Első utad Vizimában, uram! Szia, uram! Igen, mesélj. Van néhány érdekes hírem. Például, hogy karantént állítottak fel a járvány miatt. A mókusok a rend ellen küzdenek. És még a banditákkal is harcolunk. Ahogy egy bárd énekelte, Vizima olyan, mint egy égő bordélyház. Hát, az remek. Mit néztem? Wicked Little Letters, az a címe. Tehát Wicked Little Letters. Igazi nyelvtörő számomra. Beszélj a járványról. A járvány miatt a királynak meg kellett erősítenie a karantént, ami viszont a kereskedők végzete. Óvizimát teljesen elkerítették, sajnos a városlakók továbbra is megbetegedtek. Őket a Lebioda kórházba szállították. Oké, tehát karanténban van a város, márhogy Óvizima. A banditák érdekelnének. Különösek. Brutálisak és mégis hatékonyak. Főleg éjszaka támadnak. Céljaik eleddig ismeretlenek. Mi a helyzet a rendelés a mókusokkal? Az Coyatel gerillákat pénzel a városon kívül. A lángoló rózsa rendje vette át a helyi erők szerepét. A másfajúak ellen napról napra nő a gyűlölködés. Nem kell megerőltetned magad, hogy lásd, valami nincs rendben. Witchernek való munkát keresek. Nem hiszem, hogy gondot okozna munkát találnod. Kérdezd a kereskedőket, a temetőnél is Grimbusz van. Grimbusz? Bármi, amit érdemes látni. Sok kereskedővel, egy alkimistával és egy nagy kórházzal büszkélkedhetünk.
Nem úgy beszélsz, mint egy cipőtisztító. Mindenkinek lehetnek rejtett titkai. Hadd fényesítsem ki a csizmádat, kezdek unatkozni. Oké. Egy kicsi infót tudtunk meg a városról, meg hogy mi a helyzet. Hol van az asszonyod? Hány éves vagy, 40? Hol van az asszonyod? Hol van az asszonyod? De nem. Na mindegy. Jó, szerintem akkor vissza kéne szerezni a cuccainkat, nem? Jó, van egy új questünk, a koronatanú. Igen, a városi őrség elkapott egy szalondát. Jethro, a foglár valószínű tudja, hogy hol tartják fogva. Igen, akkor Jethrohoz kéne mennünk. Igen, meg van egy másik quest, ez a szigorúan titkos. Jó, egy magánnyomozó segítségével nyomozásba kezdek, célom, hogy találjak valakit, aki Azar Javednek dolgozik. Ittán eljuthatok a Salamandra vezérhez. A nyomozás folytatásáért 100 orrend kell fizetnem Raymondnak. Megtaláltam az első Salamandrákra utaló nyomokat. Beszélnem kell egy fontos tanúval, akit az őrök kapitánya Vincent tart fogságban. Vincent. Úgy tűnik, a Salamandra ügynök felállított egy csapdát. Meg kell tudnom, ki ő. Először ki kell kérdeznem a városi őrség által fogvatartott rabot. Az Olivia Colman, igen. Az volt a film. Very British film egyébként. Vicces nagyon, én sokat röhögtem. Nagyon kis cukkerfilm. Jó. Jó. Akkor ezt folytatjuk, és akkor lemegyünk Jethrohoz. És ha már ott vagyunk, visszakérjük a cuccainkat. Illetve kifaggatjuk, hogy a foglyot hol tartják. Foglyul. Ó, ha furcsa vagy. Neked meg jó mély a hangod. Ott van Zoltán. Zoltán! Csű! Witcher! Zoltán Sivály. Jó látni téged. Eljutottál a városba, nem? Vizimában rengeteg munka akad egy Witcher számára. És neked hogy sikerült? A mocskos másfajúak mindig találnak egy utat az emberek otthonaiba. Elég a szarkazmusból. Beszélni akarok veled. Igen? Munkát keresek. Szörnyek fenyegetik a mocsárban lévő rakpartot. Mindenki panaszkodik emiatt. Kivel kellene beszélnem a veszély megszüntetéséről? Leuvardennel. Általában a gátom van. Ő felügyeli az áru ki- és berakodását. Jó, akkor Leuvardennel kell beszélnünk. Köszönöm, majd. Köszönöm, Zoltán. Ad egy Witcher questet. Találtam néhány különös törpkockát, de most ezt még kell megint. Találtam néhány különös törpkockát. Gratulálok. Már nem vagy szűz. Most igaziból fogunk játszani. Hol találom ezeket a híres nevezetes vizimai pókerjátékosokat? Oké, értem. Ahol a többi illegális dolgot. Közel a szőrös medvéhez. Ez kezd érdekes lenni. Ne lepődj meg, ha valaki nem akar veled játszani. Az igazi nagymenők csak a profikkal állnak lejátszani. És ki számít profinak? Aki legalább 4 profi játékot megnyert. Ha ezt eléred, minden asztalnál szívesen fogadnak. Jó, akkor 4 meccset kell nyernünk. Le kell győznöm 4 profit. Hurrá. Easy. Ne menj még el. Igen? Hogy vagy mostanság? Gondoltál már házasságra, Geralt? A foglalkozásom nem egyeztethető össze a házassággal. Terméketlenség, kockázat, utazás. Tudod, kétségeim támadt.
Folytasd. Már egy ideje nem láttam őt, és kezdek féltékeny lenni. A törpnők annyira kívánatosak. Azt ajánlom, igyuk le magunkat. Ha ez sem segít... Gúnyolódsz velem? Nem mernék. Egyáltalán nem nevetséges. Oké. Van egy perced? Mi aggaszt? Figyelmeztetlek, filozófia van benne. Az élet értelme, A gonosz, amely ellen a vicserek harcolnak, a káoszból, a rendbontásból ered. Ezért, ahol a gonosz terjed, képtelenség rendet létrehozni. A bölcsesség fénye, a remény sugara és a meleg izzása helyett a sötétség az úr. És a sötétségben nem találsz mást, csak vért, agyarakat és karmokat. Mint a külvárosban. Ez mind szép. De hogy a fiatal szerróbont a Vridán királynak az első randevújukon, van ennek valami gyakorlati haszna? A vicserek létjogosultsága ezen a világon kérdéses lett, mert a jó és a gonosz közötti harc már más harcmezőn és más szabályokkal zajlik. A gonosz nem kaotikus többé. Már nem vak elementáris elő, hanem szabályokat követ a jogok alapján, amelyek megadattak neki. Képes megállapodásokat kötni. Ez haladás. Ahogy egyre többen élünk sokáig, az ezred évek alatt lemészárolhatjuk egymást. A haladás olyan, mint egy disznócsorda. A csordának sok előnye van, de ne csodálkozzunk azon, mennyi szart termel. Szar ide vagy oda, a vicserek létezésének célja, hogy megöljék a szörnyeket. De hogyan tegyen, mikor az igazi szörnyetek az ideákban, hitben vagy a törvényben van? A legnagyobb gonosz az erkölcsi viszonylagosság, amely többeket öl meg, mint a Katriónapestis és a sárkányok együtt. Atyai. A vicserekre mindig is szükség lesz. Nem számít, hogy a disznócsorda merre vezet minket. Köszönöm, Zoltán. Ez egy nagyon unexpected beszélgetés volt. Oké. Kicsit estére olyan erős volt, de hát Istenem. Megölted a Kukorixot. Így van. Holtest király nevében ünnepélyesen bocsánatot kérek tőled. Meg vagy bocsájtva. Végre vége ennek a képtelenségnek. Vedd magadhoz a tárgyaidat a ládából, mielőtt eladom. És ne feledd a Kukorixért járó jutalmat sem. Vincent szeretne már hozzájutni az őt illető részhez. A kapu mellett vár. Ah, végre pihenhetek. Átvizsgálom az elkobzott tárgyakat. Jó minőségűek. Ez! Francba, jó erős! Mi a baj? Semmi között hozzá! Én csak... Ez! Miért engedték ki a professzort a börtönből? Jó kapcsolatai vannak. Legyen ez egy figyelmeztetés számodra. Ne bosszansd fel a nálad erősebbeket! Olyannak kellene lennem, mint a városi őrök. Engedjem el a foglyokat, ahányszor csak valaki meglengeti a pénzes zacskóját. Hé, még mindig megfigyelés alatt vagy. Mellesleg valaki lefizette az óvadékot és kiengedték. Teljesen szabályos. És okay. Mégis kifizetett érte? Fogalmam sincs. A pénzt Vivaldi törp bankjából szállították. Lehetetlen kinyomozni. Hagyjuk, bajba keveredhetek, ha ilyenekről beszélek. Megfáztál? Zöldfülű. Annyira nem, ha tudom, hogy a leghatásosabb a fisztek. Nél 4-20. Húzd hátra a bőrt és dörzsöld be. Hol? Hol tudod hátrahúzni a bőrt, Jethro? Mi ez? A szőrös medvében vehetsz fiszteket Kolmantól, de nem mondd, hogy én küldtelek. Kérdeznék. Kérdezz. Tud
tudsz valamit a szalamandra fogolyról? Miért mondanám meg? A kapitány megölne. Talán meggyőzhetlek valamivel. Egy kis por jól jönne. Kérdeznék. Kérdezz. Foltest vérdíjat tűzött ki a professzor fejére. Gyűlöli a szalamandrát. Ez nem királyi arany. Egyedi öntvény. Érdekes. A szalamandra jelvényekért is fizetnek, amiket a halott banditáktól vesznek el. Ki ez a nagy emberbarát? Azt nem mondhatom el, de a képviselője a kocsmában tölti az estéit. Megnézem. Na jó, fizessük le. Ja igen, ez a ládás küldi volt. Oké, Vivaldi is gyanúsított, mert hogy onnan jött a pénz, amivel kiengedték a professzort. Szereznem kell némi fiszteket Jethrónak. Oké. Szőrös medvébe kell mennünk beszélni egy fickóval. És itt egy kis fisztek. Soha nem mondok nemet egy kis fisztekre. Oké. Beszélj arról a szalamandra fogolyról. De én... Alig tudok róla valamit. Merre találom? Elvitték a Lebiód a kórházba. Köszönöm. Ez jó volt. Kitől koboztátok el a Witcher kardját? Thalertől, az orgazdától. Neki is meg kell élnie valamiből. Mielőtt kiengedtük a professzort, Thaler és Vincent az udvaron beszélgettek. Mielőtt lemennék a csatornába, valahogy úgy érzem, nem volt véletlen. Hol találom Thalert? Bejelölöm a térképeden a helyét, de ne öld meg. Nekünk is van ügyünk vele. Thalert nem öljük meg, az jó fej. Abba kellene hagynod. Hát igen. Lehet, de nem ma. Üdv. Üdv. Jó, Na és itt vannak a cuccaink. Ez a sok víz. Sör nem kell, fekete por. Hát az mondjuk nem ártana. Macska, macska. Kovakő. A fasznak ennyi kovakő. Tulipán, dinnye. Hát ezeket a recepteket, meg leveleket, hát ezt mondjuk ne. Ezeket lehet, hogy kidobjuk. Sör. Sör. Ezeket kéne, ez sok, sok pénz. Málnalé. Jó. Mentünk egyet. Elnézésed itt, Adri, bocsánat. Jó, akkor ha már itt vagyunk, szerintem beszélünk Vincenttel. Harren csomagja eltűnt. A szívás. Rá kell lennem Vetrót, hogy csiripeljen. Egy Jethro... Hát!
Kérdeznék. Kérdezz. A holmimból hiányzik néhány dolog. Örülj neki, hogy nem kell plusz időt itt töltened. Elkoboztuk, és ne is említsd a kapitánynak. Rohadt tolvajok. Üdv. Jó, hát ellopták a csomagot. Ez elég nagy baj, de nem baj. Mármint, hogy elég nagy baj, de hát ez van. Illegálisnak titulálta a csomagot, majd elvette. El kell mondanom Colemannek, hogy mi történt a csomaggal. Hát igen, ezzel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, tehát ez, gondolom, így van, azt ennyi. Jó, koronatanú. Igen, Jethro elárult, hogy átvitték a Lebioda kórházba, ugye a tanút, majd oda is megyünk. Ezek a táreres questek, ugye Tyler is gyanúsított. Nyilván kihallgatjuk őt is. Ugye Vivaldit már említettem, ugye a pénz onnan jött a professzor óvadékára, tehát őt is ki kell kérdeznünk. Jó, kockajáték, ezzel majd megyünk tovább. Körözés. Egy titokzatos gazdag illető jutalmat kínál minden egyes szalamandra mehetőért. A banda nyilván az ellenség. Jethro mondta, hogy a férfi hírnöke minden eset este a fogadóban van. Beszélnem kell vele. Tehát a szőrös medvébe kéne mennünk. Oké. Lóvarden a kereskedő Witcher feladatot kínál. Igen, ezt meg még Zoltán mondta. Jó, majd ha megyünk a gáthoz, akkor beszélünk vele is. Viszont akkor most... oda kell adnom a Kukorix halálának bizonyítékát Vincentnek. Vincent pedig itt van. Szabad vagy, de vedd figyelembe a karantént. Vagyis? Ne hagyd el a templom negyedet. Viccelsz? Rajtad tartjuk a szemünket, Witcher. Tehát karantén van. Úgy hallottam, mindenki egyenlő. Mi az? Hogy megy a szalamandra ügy? Türelem, Witcher. Ma este mindenre fény derül. Tudok valamiben segíteni? Maradj távol a raktáraktól a nyomornegyedben. Ez egy kényes ügy, amelyet nem lehet karddal elintézni. Legalábbis eddig nem lehetett. A raktárak. Ugye nem akarsz egyedül oda menni? Ez egy titkos eljárás. Mégis hogy kellene oda mennem? Egy egész rohamosztaggal, teljes páncélban és kürtel? Nyugalom. Nem vagyok már kezdő. Van néhány trükk a tarsajomban. Nem kételkedtem. Hogy érted? Nem érdekes. Legyen szép napod, élvezd a szabadságot. És remélhetőleg, holnap már Javed golyóit szolgálhatom fel ezüsttálcán. Érdekes. Tudom bizonyítani, hogy megöltem a Kukorixot. Kiváló. Ez 400 orentér. Megérdemled. Pörög a lé. Foglalkozol szörnyekkel is? Nem szeretem rájuk vesztegetni az embereimet. Fizetek bárkinek, aki megöl egy szörnyet. Csak hozza ide a bizonyítékot. Melyik szörnyért jár a legnagyobb díjazás? Jelenleg a csatornában lévő kukorix és egy mocsárban élő vérszomjas növény, ami embereket öldös. Egy növény. Jó. Utálom ezeket a... Támad a támadás! Aha, tehát a raktárnak kéne utána nézni. Megölti. Igaz. Egy különleges jutalom. Egy rúnakő. Használd jól. A város újabb jutalmakat fog még felajánlani. De akkor most a kukorixért most adta oda a... Viszlát.
Adott egy rúna követ, de az hol van? Ja, itt van. Svarog rúna kő. Jó, megvan az acélkardunk is. Jó, oké. Na. Oké. Akkor... mindjárt keresem a... mi is volt ez? Szörnyetek a csatornában. Odaadtam a Kukorix halált bizonyított trófeát, kaptam érte 400 orrent. Fura, de nem baj. Jó, ez is rendben van. Oké. Okay. Kakatrice, így van. Jó, Maze. Vincent nem igazán beszédes, de megemlítette, hogy éjfélkor raktár ellenőrzés van. Hogy miért így van idézőjelben, azt ne kérdezzétek. Mindegy. És nem fizetik meg érte. Ez furcsa. Talán érdemes lenne utána járni, hogy a nyomor negyedben levő raktárban mi folyik éjjelente. Jó. Na. Oké is. Hát nem is tudom, hogy merre menjünk tovább. Talán mehetnénk itt a koronatanú felé. És akkor utána meg beszélünk Thalerrel. Más most úgy nagyon... szőrös medvébe majd este megyünk. Ja, hát akkor irány a kórház. Az is itt van közel. Hirdetőtábla. Felhívás farkasokról. Jean-Pierre farkas bundát vesz. A mocsár melletti rakpartnál megtalálod. 10 bundát vásárolna. Oké. Witcher kezd állatok lemészárlására. Felhívás szurbozótokról. A bátor ember, aki elhoz 3 szurbozót gyökértörzset, busás jutalmat kap. Keresd fel a Szent Lebioda kórházban dolgozó kertészt a templom negyedben. Benne kell lenni a szörnyhatározóban a szurbozótnak. Oké. Felhívás algúlokról. Fizetek bárkinek, aki elhozza nekem 3 algúl velejét, de friss legyen ám. Kalkstein az alkimista. Ah, jó öreg Kalkstein. Oké. Felhívás kutyákról. Jó pénzt fizetek a kóbor kutyák kiirtásáért. Szó szed. Bizonyítékként hozzál 6 adag kutyafagyút. A sírásó a temető bejáratánál megtalálsz. Felhívás vízbefúltakról. A lángoló rózsa rendje megjutalmazza a vízbefúltakkal elbánó embereket. Hozzál bizonyítékként 10 vízbefúlt nyelvét. Deneslei Siegfried lovagnak a rend főhadiszállására is jutalmat kapsz. Cool. Jó. Itt egy útjelző. Rázágul, táliágul. Rázágul. Jó, itt van a kórház. Itt meg a kertész. Ennek a kertnek szüksége lenne egy gondozóra. Úgy tűnik, szereted azt, amit csinálsz. Szeretem. Szeretem a növényeket, és jól ismerem őket. Egész életemet kitette a háború. Most végre békében élhetek. Háború? Nem vagyok rá büszke, de valahol zsoldos voltam.
de azok az idők már elmúltak, most pedig elégedett vagyok. A felhívás miatt jöttem. Bele is lehet majd játszani. Mint egy harcos. Érdekel néhány szurbozót? Persze. Hozd el a tüskéjét bizonyítékként. Jó, ez a Witcher Quest. Mesélj nekem a zsoldos napjaidról. Adj egy falatot ennem, és beszélhetünk. Finom. Érdekes, hogy a kemény munka hogy meghozza az étvágyat. Köszönöm, Witcher. Azt mondtad... A háború során zsoldosként éltem cicababa szolgálata alatt. Biztosan hallottad. Micsoda harcos volt, micsoda nő. Erős nő. Nincs hozzá hasonló ezen ki? A földön. Igaz, bárkit le tudtunk győzni. Cicababa katonájaként a félvilágot bejártam. Még Zerrikániában is jártam. Az jó messze van. Maga volt a pokol. Forró, mint egy sütőkemence, és nedves, mint egy fürdő. Lemészároltuk a benszülötteket, míg Zerrikánia minket öldösött. Vannak ilyen bogaraik, melyek felmásznak az orrodba, és tojást raknak ott, míg te békésen alszol. A lárva megeszi az agyadat, egy nap pedig kimászik a szemeden, és bogárrá változik. Undorító. Sokan meghaltak közülünk. Sok más is volt, járványok, mérges pókok és kígyók, és még ki tudja, mi nem. Láttam még csíkos lovat is. Majdnem 8 hónap harc után egy dzsungelben vissza kellett vonulnunk. Nincs esélyed a háború megnyerésére, ha nem találod az ellenfelet. Az volt Cicababa egyetlen veresége. Ki az a Cicababa? Érdekes történet, kösz. Nézd, hogy nőnek. Nem félsz a járványtól? Élvezem a kertem. Mikor Melitele úgy dönt és eljön az időm, boldogan fogok távozni. Isten veled. Tulipánok, vörös rózsák, orchideák. Oké, van nála a kémiai összetevő is. Nagyon jó. Na. Nézd, Oké. Kezdjük. Jó, egy párunk van, neki meg egy drillje, úgyhogy azt fogjuk csinálni. Emel. Hogy ezt fogjuk eldobni, hát ha leesik egy kettes. Hát nem esett le, úgyhogy kikaptunk. Semmi baj. Jó, mindkettőnknek egy-egy párja van. Nem én meleg. Ő sem el. Hát mit kéne? Látva leesik még egy hármas. Hát leesett. Oké. Jó, most nyertünk. Gyerünk. Itt van egy párja. Semmi nincs. Mit kéne? Hát dobjuk újra az egészet. Hát ha leesik egy-két hatos vagy valami. Ah.
Jó. Fasz. Semmi baj. Jó, van egy párunk. Neki is van egy párja. Jó, hála az égnek nem emel. Két pár. Ó, ezt nem hiszem el. Milyen érdekes, hogy mindig ugyanazok jönnek. Hát helyett jön egy négyes. Semmi esély nincs rá. Jó, nem vagyok méltó erre. Most, jó, menjünk be a kórházba. Szent Lebiod a kórház, ahol a pest is áldozatai végzik. Két eset lehetséges, óvízima vagy a pokol. Király. Nincs átjárás. Be fogok menni. Fertőző betegek vannak bent. Nem engedhetem, hogy terjeszd a járványt. Witcher vagyok. A gyűrű jó ide? Időpocsékolás. Ezért nem fizet neked. Nincs... Fertő... Vesztegetés ikon. Rendben, mozogj! Hashtag korrupció. Oké. Na, nézzünk itt szét. Betegek. Valami átok. Így. Betegek. Itt egy láda. Az északi a kultuszai és vallásai. Stefan Keller. Az északiak számos hiedelmek között a legelterjedtebb Melitele kultusza, aki egy három formában létező istennő. Fiatal, lány, asszony és vénasszony. Ez a három forma van. Melitele egy anyaistennő, aki gondoskodik gyermekeiről. Nem csak a nők imádkoznak hozzá, hanem a férfiak is. A vallás a régi matriarchátus maradványa, és az északiak gyengeségét bizonyítja, mert akik női lényeket imádnak, azok puhányok, és nem tudják fiaikat felkészíteni a hadviselésre. Mostanában Melitele kultusza riválisra akadt az öröktűz vallása személyében, ami Novigrádból eredeztethető. Az öröktűz papjait a fanatizmus és a teljes odaadás jellemzi. A vallás abszolút nem toleráns, a másfajokhoz fűzött kapcsolatára ez fokozottan igaz. A lángoló rózsa rendje a kultusz milicista ágává vált. A tanulmány más hiteket is ábrázol, köztük az oroszlánfejű pók kultuszát is. Szerencsére a való világunkban nyoma sincs a korrupciónak. Így van. Sheridan nagyon jól tudott te is, hogy a korrupció az, amiből kihagynak. Azért jöttél, hogy a hatalmas anyához könyörögj? Nem vagyok vallásos. Melitele azokat is szereti, akik tévúton járnak.
kedves tőle. Miben segíthetek? Mesélj az istennőtökről. Melitele minden élő dolog anyja, a szerelem, a termékenység és a gyógyítás istennője. Miért ábrázol három alakot a szobor? Az istennőnek három arca van, szimbolizálva a különböző aspektusait. Mik azok? Egy fiatal, nem törődöm lány, egy érett, terhes nő és egy púpos öregasszony. Értem. Miben segíthetek? Viszlát. Viszlát. Úrnő, áld meg e házat és adj erőt ezeknek az embereknek. Aha, és akkor itt van a három alak. De fáradt vagyok. Ott a rab. Jó. Meg itt egy ruhás szekrény. Segítség! Nem akarok meghalni! Oké. Okay. Na, beszéljünk a rabbal. Ezért nem fizetnek eleget. Na, ezt is le kell fizetni. Ó, mindig esítsetek már. Maradj távol a rabtól! Maradj távol a rabtól! Lenne hozzád néhány kérdésem. Ne most. Gyere vissza éjjel. De én fizettem neked. Ssss! Gyere vissza ma éjjel! Jó, akkor addig elmegyünk Thalerhez. A görögöknél Hekate volt ilyen hármas istennő. Én mindent elhiszek neked, Shelidodri. Én ezekben annyira nem vagyok jártas, megmondom őszintén. Oké. Na. Felhívás algulokról, farkasokról, szurbozótokról. Jó, ezek ugye a Witcher questek, vagy kontraktok pontosabban. És akkor ezt a penge emlékeit fogjuk követni. És akkor elugrunk Thalerhez. Szörnyű időjárás. Túl erős! Blaviken mészárosa a városban van. Ha meglátod őt, fuss! Azok mink vagyunk. Remélem, nem kezd rá még jobban. Na mindegy. Thaler. Ott alszik. Mahakami mélyes sör. Jó, na, beszéljünk vele. Cső! Orgazda vagyok. Mivel foglalkozol? Mindennel. Most mondta. Tehát akkor mi lesz? Az őrök találtak egy Witcher kardot a helyeden. Mit érdekel az téged? Berengár járt nálad. Nem az őr rohadt. Honnan tudod ezt? Nálam van a kis barátodnak egy másik tulajdona is. Másik? Ja, értsd. Nem akarja, érted? Mi? Tehát honnan szerezted a kardot? Miért válaszoljak én erre? Nem öllek meg. Rendben. A szőrös medvében vettem egy embertől. Hogy nézett ki? A leghíresebb kártyás a környéken. Oké. Hogy jutottál Berengár tulajdonához? De most Egy kereskedőtől. Hol találom meg? A szőrös medvében. Colmannak hívják. Colman.
Hogy jutottál? Nem ért. Ne engem kérdezz. Kalksteinnek dolgozott. Ez ingyen volt. A többi információért már fizetned kell. Ha? Hallottál már a szalamandráról? Igen, de nem tudom, hogy mit akarnak azok a hüllők. Kétéltű. Mi? A szalamandrák kétéltűek. Ki a kapcsolatod? Nem ismerem. Üzletelsz a szalamandrával? Miből gondolod ezt? Honnan jutottál Berengár holmiához? De most mondta... Orgazda vagyok. Nem kérdezhetek meg minden tolvajt, hogy kit rabolt ki. A szalamandra utálja a vicsereket. Berengár eltűnik, a holmia pedig valahogy hozzád kerül. Kezded már érteni? Berengár nekem nem jelent semmit. Talán az ellátóim ismerik. Nem tudnék megélni, ha csak azokkal a dolgokkal kereskednék, amit magam szereztem be. Hiszek neked. A kapcsolataid az őröknél jól jöhetnek Azárnak. Védelemre van szükségem a szalamandrától. Ezért foglalkozom az őrökkel. Szóval azt mondod. Fizetek valamennyit Vincent félkegyelműinek, és ők vigyáznak a biztonságomra. Hiszek neked. Bár nincs rá bizonyítékom, arra jutottam, hogy nem te vagy az én emberem. Kutyafáját, milyen okos következtetés. Ha még információra van szükséged, nézd be máskor is. Az a máskor, az pont most van. Oké, szörös medvébe kell mennünk. Oké. Jó. Tehát akkor... Magyarázd meg, miért nézik el az őrök az üzelmeidet? Tudnod kell vigyázni magadra. Vigyázni? Az őröknek és a tolvajoknak is szükségük van rám. Mindenkivel üzletelek, ezért senki nem bánthat. Aha. Tehát akkor mi lesz? Játék? Játszol? Mocskosul jó játékos vagyok, miért? Játszunk? Elég kemény vagy hozzá? Próbáld ki. Ki is fogom, nyugodj meg. Hát, ha vele több szerencsénk lesz. Profi kocka póker. Egy pár. Neki is egy pár. Na, egy drill. Oh. Oké. Gyerünk. Megint egy pár. Neki is egy pár. Ugyanazt játsszuk. Jó. Megint egy drillünk van. És nyertünk. Szerencsénk volt. Mit árul? Ó, az igen. Jó. Arany oriolé. Jó, eladni tudunk-e valamit? Jó, eladjuk ezeket a szarokat. Kóvakő. Jó. Jó, ezt el sem olvastuk, gondolom. Ja, nem. Kermoránből lopott Witcher titkok egy része. Naprúna. Egy ezüstkart pengére lehet kovácsolni.
Na, attól több lesz a damage. Törvényszéki orvostan. Megnézzük. Milo Vanderbeck. Mielőtt elkezdenénk a boncolást, annyi információt kell összegyűjtenünk, amennyivel hatékonyan lehet értelmezni a testen hagyott nyomokat. Jó tudni, hogy ki volt az áldozat, hogy milyen körülmények között találtak rá. A szemtanúkat ki kell kérdezni, valamint szakértői konzultációt kell kérni. Egy jól végzett boncolás majdnem annyi információt ad, mint a szóba legyednénk magával az áldozattal. Megtudhatjuk a halál idejét, a körülményeit, valamint, hogy mi történt utána a testtel. A gyilkosról, a gyilkos fegyverről és a fegyverhasználatról is sok minden kiderülhet. A szikével felnyitott holttest olyan, mint egy nyitott könyv, aki gondosan tanulmányozza a részleteket és odafigyel mindenre, a sok dolgot olvashat ki a testlapjaiból. Jó, meg még van itt egy aranygyűrű, ami nem érdekel. Jó. Meg lehet vele inni. Meg lehet itt aludni. Akkor szevasz. Jó, akkor... A szőrös medvébe kéne menni. Aha. Az orgazdától sikerült némi információt szereznem. Jó, Coleman-nel többször kell beszélnünk. Kalksteinnel kéne beszélnünk. Berengárról. Jó, tehát akkor szőrös medvefogadó Coleman, aztán jön Kalkstein. Thaler. Egyelőre nincs elég bizonyítékom Thaler ellen, ha bűnös, hamarosan újabb bizonyítékok látnak napvilágot. Jó. Vizima sintére. A sírásó írtja vizimai kóbor kutyákat. Ja jó, oké. Ez is Witcher Quest kontrakt. Na. Akkor ez. Ezzel megyünk tovább. Jó, irány a szőrös medve. Te vagy az, akiről Siegfried beszélt? Siegfried a lovag a csatornából? Te vagy az. A Kukorix már évek óta sok bajt okozott nekünk. Úgy hallottam, kemény harc volt. Az volt. Fiatal volt, még így könnyen elbántam vele. Mivel foglalkozol? Van eladó portékád? Megkérdezi, hogy mivel Siegfried foglalkozom. Siegfried barátainak mindig van. Ha meg akarsz venni valamit, beszélj a helyettesemmel. Én kovácsolással és speciális megrendelésekkel foglalkozom. A kovácsok új kardot készítettek neked meteoritból. Beszélgetés közben kattints a kovácsolás ikonra, majd válasz ki a kard típusát. Legalább 3 darab meteoritra van szükséged. Hát az nincs nálunk, úgyhogy... Mikor csatlakoztál a rendhez? Már egy jó ideje. Apám páncélkészítő volt, majd én is az lettem. Mit csinál a rend Vizimában? A járvány ellen harcolunk. Fenntartjuk a békét és a szörnyek ellen harcolunk. Rengeteg munka. Megvédjük az embereket és hordozzuk a lángoló rózsa örök fényét. Akkor... Viszlát. Üdvözl, te vagy a kovács helyettese? Uram, felsöprök, őrzöm a tüzet, igazgatom a boltot. Megnézhetem. Ahogy óhajtod. Azért nem kell stresszelni ennyire. Jó, ó, van itt egy páncél. Mesteri bőrkabát. Aha, ez mínusz 5%. Amúgy... Nem is olyan rossz. 5000 orem.
Oké, okay, akkor ezt majd később vesszük meg, ha megvesszük. Van egy nagy fejsze, meg kis fejsze. És itt van kék meteorit. Medvezsír. Jó. Oké. Okay. Merre megyünk? Erre. Nem, nem erre. Többet kell spórolnom. Hihetetlen. Vizim a rossz szomszédsággal büszkélkedhet. Micsoda kidobók. Carmen. Nem akarsz lazítani egy kicsit, szép fiú? Csak egy kicsit. Attól függ. Hallgatom a javaslataidat. Beszélgessünk. Rendben, beszéljünk. De én többre számítok. Lepj meg. A szerelem olyan, mint egy körte. Édes és formás. Próbáld meg leírni az alakját. What? Próbáld megmutatni. Ne olyan hevesen. Még csak most találkoztunk. Ó, vele is lehet játszani. Akad valami munka egy Witcher számára? Valakik zaklatják a lányaimat. Ó. Ha segítesz nekünk, szívesen megjutalmazunk. Nagyon is. Hol találom őket? Három hely is van, ahol éjszakánként valószínűleg megtalálod őket. Jelöld be őket a térképemen. Dolgozó lányok. Az új küldetés. Időjárás. Elrendeződtek a dolgok? Még nem. Prób. Igen. Örülök, hogy látlak. Sok hozzád hasonló lány dolgozik Vizimában? Sokan. De én vagyok a legjobb. Semmi kétség. Örülök, hogy látlak. Mondjuk ő nem profi játékos, szóval... Egy pár. Ó, neki is leesett. Két pár, hát ez nagyon jó. Emelni akart, nem adom meg. Ó, egy pókerünk van. Jó. Oké. Na gyerünk. Egy pár. Neki meg két párja van. Hát nem emelünk. Na hát, ha leesik. Egy négyes. Egy négyes kéne. Hát nem esett le. Úgyhogy ezt megnyerte. Shit. Na jó, nem baj. Menjünk a szőrös medvébe. De szerintem... Előtte... Mi vagy este kell idejönni. Nem tudok meditálni, amíg a tűz nem ég. Úgy tűnik előbb meg kell gyújtanom. Nem tudok meditálni, amíg a tűz nem ég. Úgy tűnik, előbb meg kell gyújtanom. Jó, hogy erre kell a kovakő, amit eladtunk. Azt mondom, Jethroval üzletelek, akkor békén hagynak. A kapcsolatok a legfontosabbak. Ha port akar, be kell bizonyítania, hogy hasznossá tudja tenni magát. Fákja van, nem... Hirdetőtábla. Semmi. Nagyon jó. Ignizni szerintem nem lehet. Próbáltam bekattintani, de nem ment. Ki az ott? Csak egy Witcher. Csak? Geralt, üdvözletem.
Mi történt? Az erejüket fitoktatják. Összetörtek egy ablakot, és három nyílveszőt lőttek Coleman gyomrába. Az fasza. Szétszóródó nyílfejeket használtak. Ez a kupecek specialitása. És teljesen törvénytelen. Ki ölte meg? Az átkozott mókusok. Most a nép jó embernek fogja nevezni őt, azt mondogatják majd, hogyan segített az öreg hölgyeken. Ezek a szemetek elkezdték ellenségeik kiirtását a következmények mérlegelése nélkül. Miért Coleman? A következő olvasható az egyik nyílhegyen. A fehér halál kereskedője. Fisztekket adott el gyerekeknek. Oh. Te tudod, milyen függőséget okoz? Akkor tudom, akkor megértem. Azon, hogy a városban tevékenykedtek. Erősnek érzik most magukat, amióta fel vannak fegyverezve. Valami bolond üzlet elhetett velük. Gyanítom, Harenbrog volt az. Milyen szörnyű. Emlékeztek? A darabolós trükk. Egyben megy bele a gyomorba, három darabban jön ki, és felszabdalja a belső szerveket. Kupec specialitás. Használhatatlan a felvértezett katonák ellen. Széthullanak még a legkönnyebb páncél felszínén is. Arra használják ezeket, hogy civileket öljenek vele elrettentésképpen. Tudom, honnan vannak azok a fegyverek, amik megölték Colemant. El kell kerülnem azokat a szituációkat, természetesnek maradni, és nem belefolyni. Ott még a külvárosban megöltünk egy csomó szkojatelest. Harenbrognál. Ők ölték meg Colemant. Na. Állandóan Bilbo jut az eszedbe, mikor így eltűnök. Hát. Na. Akkor hát Coleman, bazd meg. Bocsánat. A dealer halott. Egy ilyen közelőve is még egy ökörrel is végzett volna. Azért van arckifejezés, de azt bírom egyébként, hogy így... Az élet megy tovább. Kimerültem. Jó. Hát akkor Coleman-ne nem beszélünk. Valaki más kell találnom, aki esetleg találkozott Berengárral. Jó. Akkor megnézzük ezt a kardos témát. Talán egy notórius kockázótól vette a kardot a szőrös medvefogadóban. Oda kell mennem és beszélnem kell a fickóval. Jó. Na de vajon ki volt az? Lefogadom, jól kártyázol. Megvannak az erősségeim és a gyengéim. Jó játékot jósolok. Hiszek neked. Megmondhatom, nagy utazó lehetsz. Megtiszteltetés egy ilyen emberrel játszani. Witcher vagyok. Nem félsz, hogy megbűvölöm a kockát? Inkább egy tapasztalt ember verjen el, mint egy átlagos senki. Ezek a parasztok csak káposztában hajlandók játszani. Egy vadász régebben gyakran járt errefelé, de már nagyon rég nem láttam. Azt hiszem, utoljára láttuk. Többé már nem. Szerette a nagy téteket, de elég pehes volt a kártyában. A szerelemben is. Ha te mondod... Jó, előbb játszunk. Ó, két pár. Két pár. Az a baj, az övé magasabb. Na hát, ha leesik egy egyes vagy egy kettes. Semmi baj.
két pár. De neki is két pár, és az övé megint magasabb. Ezt nem hiszem el. Most megtörténik ugyanaz. Na. Egy póker. Nyilván neki is, tehát... Tiszta. Jó, van egy párunk. Meg neki, neki meg drillje. Ó, ezt nem hiszem el. Köszönöm a cheer-cherit, Adri. Az igen. Oké. Leesett 3-1-es. Jó, egy pár. Aha, hát ugyanaz van neki is, mint nekem. Úgyhogy akkor megint újra dobjuk ezt. Jó, két pár. Hát... Hát reménykedjünk. Oké. Ezüst kard. Jelent valamit neked? Miért kérded? Nincs időm beszélgetni. Nevet sértésnek. Honnan szerezted a kardot? Elnyertem egy kertésztől. Hol találom őt? Kertész. A Lebioda kórház kertjében. A kertész. Te a szerencsejátékból élsz? Attól függ, kivel és hol játszol. És hol éri megjátszani? Ha tele az erszényed a város gazdag részén. Itt valószínűbb, hogy leszúrnak, semmint hogy gazdagon távozzál. Vigyázz magadra. Biztató. Jó, akkor... hát szerintem itt most nem nagyon tudunk mit csinálni. Esetleg beszélhetünk. Nocsak. Kardok a hátán, fehér haj. Megszöktél a cirkuszból? Uh-huh. Neked is van cirkuszi tapasztalatod. Éles nyelv, jó barát. Mit adhatok? Mi ez az egész fogadás? A helyiek szórakoztatására két erős harcos, mi pedig fogadunk, hogy melyikük nyer. És azoknak ez miért jó? Arany. A nézőknek ez szórakozás, a harcosok pedig így vezetik le a feszültséget. Ha valami nem megy rendben, akkor a kutyák jót vacsoráznak. Van szabad szoba? Öt orem. Inkább nem. Most nem alszunk. Na, hogy jól hajtod. Viszont cuccokat le kéne tenni. Azonosítatlan főzetet letesszük. Ezt is. Levél. Hát egy csomó mindent le kéne tenni. Majd fölvesszük, hogyha kell craftolni, vagy ilyesmi. Hát... Ezeket is letesszük. Ja, csak hogy legyen hely az inventoryba, hogyha valamit találunk, akkor... Tudjuk hova tenni. Jó. Üdv! Mit szólnál egy ebédhez? Vagy másokból jöttél ide? Miféle másokból? Hát... Van hátul egy kényelmes ágy. Mi lesz?
Menjünk hátra. Ennyi? Csak bolondoztam. A férjem leharapná a fejem, ha elmennék veled. Talán érdemes kockáztatni. Nem, legutóbb annyira megvert, hogy kiesett egy fogam. Uba. Mi ez a játék, atyaúristen? Ezt 2024-ben, atya ég. Történik itt valami érdekes? A fiúk egymással harcolnak. Néhányan fogadnak az eredményre. Néha megverik a látogatókat. Amúgy unalmas. Jó. Ez mindenféle szesztárul, ami ugye a főzetekhez kell. Meg kaját. Medvezsírt. Oké. Viszket a tököm! El kellene mennem. El kellene mennem. Geralt! Évek óta nem láttalak. Nem hittem Zoltánnak, mikor azt mondta, visszatértél. Én vagyok az, Jason! Számizettek? A háború? Te, Zoltán és én segítettünk nekik, emlékezz! Hogy vagy? Nem panaszkodom. Kidobóként nyugalmas és jó munkám van. Mennyire nyugalmas? A vendégek maguk között intézik el a dolgaikat. A hely csendes. A madarak nem piszkítanak a saját fészkükbe. Király. Kockázik itt valaki? Én profi játékos vagyok. Na, egy profi. Játszol egyet. Meglátjuk, igazak-e a rólad szóló mesék. Állok elébe. Akkor lássuk. Ha kicsi a tét, a kedvem sötét. Hát, ha egy kettes leesne, egy kettes. Csak kell a kettes. Nem baj. Egy pár. Jó, két pár. Gyerünk egy hatost. Hát... Nem akarom az összes pénzünket elkölteni amúgy. Két pár. Neki is két pár. Ott a póker. Király. Oké. Neki is leesett a póker, csak ugye neki a... A kisebb. Ennyi. Tehát kisebb értékű. Na, egy sorunk van. Az igen. Egy nagy sor. El is passzolta. Király! Na, ez is megvan. Látjátok, hogy annyira... Csak a szerencsém múlik. Nyilván kocka póker, szóval... Mi másra múlna? Jó, Mit akarunk most csinálni?
A kertészek kéne beszélni, jó. Viszket az orrom. A fene, mekkora korcs? Meg kéne próbálnom. Nézd, hogy nőnek. Jobban érdekelnek az ezüst kardok. Tudtam, hogy valamelyikőtök eljön végre. Elvesztetted kártyán. Biztos voltam benne, hogy nyerek. Vigyázz, az éles szemű jól játszik. Honnan szerezted ezt a kardot? 5 évvel ezelőtt volt egy csata Brennától nem messze. Mikor elcsendesedett a csatamező, embereink elverték a Nilfgaardiakat, azóta nem nevezzük magunkat a birodalom részének. A csatában szerezted a kardot? Igen, Coheni a Vicseré volt. Cohen? Nagy darab és ritka fajta, nem túl beszédes. Mint mi mindannyian. Szavamat adtam, hogy a kard egy másik Vicserre talál. Mikor haldoklott, valamit motyogott a fogakról és a végzetről. Aztán nevetett és meghalt. Elvesztetted kártyán? 5 évig rejtegettem. Elvesztettem minden reményem, hogy újra találkozom egy Vicserrel. Sáni kisasszony ismerte Cohent. A kórházban dolgozott. Sáni! Kösz! Kísérjen szerencse utadon. Jó, Isten veled. Akkor Cohené volt. Drágáim. Jó. És akkor Sánival kéne beszélni a kardról. Sáninál még nem voltunk. Úgyhogy akkor oda megyünk most. Programozott kockapóker, így az algoritmuson inkább múlik, mint a szerencsén. Hát... Oké, Sedit Adri, ez igaz, viszont... Az algoritmus... Tört mesteremberek és tündeművészek lakják ezt a régiót. Sokat felejtesz. Én? Hogy itt miért nem tudok átmenni? Szóval oké, hogy az algoritmus, csak az... Tehát ott az, hogy a következő... Tehát, hogy a kocka milyen értéket vesz föl. Itt lakik Vivaldi. Tehát az random, az egy eloszlásból választ. Az áskulábiai kígyó, melyik bolond hozza össze a gyógyszert a levedlet kígyóbőrrel? Az... A milyen... áskulábiai... gyógyfűkereskedő. Növények, kenőcsök, virágok a hölgyeknek. Üdvözlet. Sápatnak tűnsz. Vannak gyógyszereim, melyek azonnal hatnak. Az áraim elfogadhatók. Honnan szerzed a gyógynövényeket? Ha elmondanám, koldussá szegényednék, és sose lenne új sálam. Válasz valamit, és ne okoz bajt! De nekünk van sálam. Bolond vagy, most komolyan! Mire le... Honnan szer... Ha el... Jó. Na, föld alatti növények, 300. Mezei növényekről... Már olvastad ezt a könyvet. Oké, és akkor itt vannak különböző... növények. Egy ilyet veszünk. Hogy legyen nálunk. Oké. Jó, van itt egy házaló. Ó, hirdető tábla. Kenőcsök! Jó növények és fűszerek! Álmos vagyok. Mit tehetek érted? Milyen áruid vannak? Ha magadnak nem kell ékszer, mi lenne, ha másnak vinnél? Ékszer. Tökéletes ajándék is 3-szor többet ér az aranynál. Gyűrű.
Oké. Még itt egy sál. Kereskedő paraszt. Szükséged van valamire? Honnan szereztél tejet? Karantén van, nem láttam teheneket. Vidéken éltem, és megmaradtak az ottani szokásaim. Hogy mi? Jó, ez meg kaját árul. Oké. Régiséggyűjtő. Mit akarsz? Kevés a bölcstörp. Én is ritkán látok, Witcher. Mégsem bámulom meg. Akarod látni a készletem? Miből lehet a tej, ha nem teimből? Hát, kókuszból. Manapság már. Félelem és reszketés könyve második kötet. Ah, és akkor itt lehet. Aha. Egy valami kéne nekünk. Kutyákról és farkasokról szól. Aha. Sárkányállom, Zerikáné Alkin. Jó. Itt vannak tekercsek meg szörnyhatározó, majd... majd. Növényi alapú tej, meg a oat milk. Sáni. Hová mész? Senki sem tanított neked illemet? Sánihoz jöttem. Odafenn szórakoztatja a vendégeit, és szinte semmit sem fizet a szobáért. Aha. Szegény kis cica. Az anyja nem tudja etetni. Nem merem az orvos ételét adni neki. Szerintem megbetegedne. Aha. Nem sajnálod a szegény kis cicát? Felfelé, hercegem. Hashtag korrupció. Oké. A nagy muter. Azért nincs is így járni. Hát ha van nála a kovakő. Itt egy sál. Lehessed itt a régen. De ez baj amúgy, mert... Most akkor... Hello, drága! Menj fel nyugodtan! Jó, nem lootoljuk ki a nyanyát. Hello, drága! Menj fel nyugodtan! De ha nincs itt... Jó, amúgy nappal van, valószínű dolgozik. Csak akkor nem tudom, miért ide írja a... Mindig emljünk a templomba akkor. Vagy a Szent Lebióda kórházba. Templomba. Hát így sincs. Ugye ott a rab. Nem, nincs itt.
akkor hol van? Zoltán az csak így megy körbe-körbe. Másfajú egyforma. A tündék a legrosszabbak. Megvetem azt a csürhét, mióta a lányom... Kenőcsök! Gyógynövények és fűszerek! Hello, drága! Menj fel nyugodtan! Hát jó. Akkor ezt engedjük el. Lehet, hogy majd később itt lesz. Addig csinálunk mást. Viszont nem ma, hanem majd a következő alkalommal. El is mentem gyorsan. Oké. És akkor innen fogjuk majd folytatni. Hamarosan, valamikor a, hát, vagy jövő héten, vagy utána héten. Most ezt még nem tudom megérni, de innen folytatjuk.